Jól látjátok. Az ötödik Dungeon Siege 2 streamre várni kellett egy kicsit, de higgyétek el, megértem. Mert legalább ez idő alatt sikerült végigjátszanom a God of War Ragnarököt. Ez volt a fő indok, amiért nem játszottam ezzel a játékkal. Jó már gémet háttérbe szorítottam a Ragnarök miatt. De most újra itt van és nyomjuk. Így kicsit több mint két hónap után. Nem felejtettem el, befejezzük. Megnéztem egyébként az ígért Nexus modokat. Ugyan nem próbáltam ki, mert félek, hogy a magyarítás úgy már nem működne vele olyan jól. De azért szerintem már így is nagyon szép a játék. Én összehasonlítottam egyébként a modokat a mostani játékommal, és én azt látom, hogy ez, amit most látok, ez így a csúcs. Hát azt leszámítva, hogy ott átlátszó a karakterem, de amúgy jelenleg így néz ki a legjobban amúgy a játék. Tehát jelenleg a textúrák, mindenféle textúra így a legszebb ebben a DG Voodoo-s módban, sem nem mint bármiféle modot letöltve. Mondom, a mod annyit javítana, hogy nem lenne ilyen átlátszó egy-egy páncél, de erre meg legyintek, mert így semmilyen modot nem kellett letöltenem. Szimplán másik DirectX verzióval kellett elindítanom a játékot. Itt látjátok, ez jelenleg 12-es DirectX verzióval fut. Úgyhogy, hát ennyi. Hol tartottunk legutóbb? A második felvadásba átjutottunk, és ott megcsináltam az Amalu városa nevezetű küldetést, és mivel nem fejeztük be az első felvonás másodlagos questjeit, így ezeket csináltam. Viszont most, hogy egy kicsit belerázódjunk a játékba, a második felvonás elsődleges küldetéseit fogom folytatni. Ezt jobban szereted, mint a Ragnarököt? Nincs ezzel gond. Ha így van. Na, átmegyünk a Manlu városába, és akkor már is folytatódnak a kalandok. Azt mondja, hogy második fejezet, Finola és a romos híd. Celepel a bölcs elmondta neked, hogy Evangeline, az északvidék hercegnője elvitte a halálvédelmezőjét egy karavánnal Hócsermely kikötőben. Valdis nem sokkal később érkezett és a védelmezőt követelte. Amikor megtudta, hogy elvitték, Valdis azt parancsolta az Arkmágusnak, álljon bosszút a Manlu városán. A pusztításban a város hídja is tönkrement. Ha esélyt szeretnél arra, hogy utolérd a karavánt, meg kell győznöd Finalát, a város mérnökét, hogy javítsa meg a hidat. Ez könnyebb mondani, mint megtenni. Finala a gyerekkori barátod, de haragszik a döntésed miatt, hogy elhagytad a Manlut, és csatlakoztál Valdis hadseregéhez. Bizonyosan meg kell majd magyaráznod pár dolgot. Jó, tehát meg kell találnunk Finalát a Manlu északi részében. Úgyhogy most arra megyünk. Hogy megtaláljuk Finalát. Jó, kontrollását tudunk menteni. Szegény Litharin is átlátszó. Hát kell nekik a Harry Potterből inspirálódni. Én nem teltek erről, srácok. I have orders to let you pass. Be careful out there. Hmm.
Ez az, amit hiányoltam. Köszi, köszi, köszi. Kölgök itt, aztán... kinyomom a hangot. Azért. Szevasztok, skacok. Na, azt is meg kell néznem, hogy... Z. Pedig jól nyomtam a Z az autólút. Szevasztok, srácok. Hát ott ők lírába lettek. Köszi szépen, hogy szóltatok. Nem akarom, hogy itt azt hallgassátok, hogy a krákogom szóval lenni, mint a streamet, és hát valószínűleg nem nyomtam meg elég jól. Elég erőteljesen azt a visszanémítós gombot. Még van három enemy. Még egy mentés. És most elnézünk jobbra. Mi lehet itt jobbra? Ha ők nem tudnak feljönni. Itt a szított waspokat ölünk. Hát itt nem volt semmi. Semmi érdemleges. Szia, az akik a Waldorf Hungrave. Végre valami jó játék. Witchert azt annyira nem szívleled, Zakika. Írtál privát üzenetet, Vádó? Privát üzenetek meg én annyira nem vagyok jóban. Nem ígérek semmit, de rajta leszek. Ennyit mondtatok. Ja, értem, értem, Zakika. Dragon's Dogma Dark Horizon-nál nyomolsz. Wow, manó. Én nem játszottam Dragon's Dogmákkal. Egyáltalán. Kicsit közelebbről nézem már az ellenfeleket. Olyan jól néznek ki. A Vajlutra erdő Istaura és Isteru temploma van arra felé. Ja, nem is azért mondtam, Vádor. Mert hogy én biztos értelmetlen üzenetet küldtem. Janózé, Tárpidor, szevasztok, szevasztok. Tök jó, hogy nem nagyon kell manát tölteni. És még egyelőre a heal-el sem nagyon kellett foglalkoznom. Egy törzsi kesztyű. Mást itt nem látok. Ez a hely, ez ennyi lett volna? Ez a hely, ez ennyi volt akkor. Még egy mentést elereztünk. Azért ennyire távolra nem mentünk. Vagy de?
Azt nem tudom, hogy most kihagytam ezeket a farkasokat, vagy már visszaszpónoltak. Simán lehet egyébként, hogy már vissza is spónoltak. Egyelőre most nagyon easy. Nagyon easy ölni az enemit. Aha. Áthetünk itt a hídon, de... vannak még jobbra a híd mellett. Jó, Csacsi oda nyomott egy AOE-t. Na és itt van valami kék kis pötte vízben. Kék kis pötty a vízben. Fűrész, fogas, nyílhegy. Ott van. Ez egy reagens, lőfegyverek bűbájolására alkalmas, plusz 2 sebzés. Hát ez most... ez most játszik könnyedséggel megy itt a ellenfelek darálása. A Dungeons így egyben sokkal szívósabbak voltak az ellenfelek. Használom már a képességet, úgyis olyan gyorsan újra töltenek. Mi lesz a terve az utolsó napodra, Erni? Húha! Azt hiszem most jön a gond. Most jön a gond. Mert hogy ez túl erős volt és nem voltak CD-kre. Ó, legózol. Na, jó szórakozást hozzám majd. Na, és most már el kellett kezdenem manát tölteni. A boss ott áll amúgy a szélén. Na hát, agyon csaptuk, és úgy agyon csaptuk, hogy a... tankunk az még szintet is lépett. Kisebb fagyott fénysugár. Ó, hát... még a Csacsi is szintet lépett. És még Sotiris is szintet lépett, hát mindenki szintet lép, srácok. Kisebb pokoli eltorzult Shail. Ez a játék lehet a harmadik része? Nagyon kíváncsi leszek majd a háromra, hogy milyen. Az a jó egyébként, hogy itt nyomogathatom a Dungeon Siege 2-ben a mentés gombot, de már nem olyan fontos, mint az egyben. Már nem olyan fontos, mint az egyben. Itt nagyon béna lett szerintem a mentési rendszer. Itt az van. Kilépsz, akkor kezded a városból. És igazából nem az a gond, hogy kilépsz, hanem hogyha kikressel a játék, akkor kezdheted a városból. Nekem ebből kifolyólag sokkal jobban tetszik az egyes rendszer, ahol mentesz, és onnan folytatod, ahol a mentés történt.
Megkrássál neki? Sajnos kikrássált. Eddig egyszer. Nem vagyok fontos, micsoda? Lesz valami, aha, itt lesz egy lejárat, mert ott jelezte. Hát igen, ebből a szempontból nem biztos, hogy jó, hogy itt látjuk a HP-t, csíkokat, mert hogy konkrétan elszpoilerezte nekünk a játék, hogy van valaki a föld alatt. Na nézzük meg, be tudunk-e menni a vigyilóba, aha, be tudunk menni. Kiváló furkós bot. Most 20 perc alatt nem most crashelt ki, hanem legutóbb valamit van. Na, ott van egy lámpa. Nem tudom, hogy a csacsi csinálja fixem. Meg kell néznem. Fiatal, felnőtt, érett. Aha, igen. A csacsi tudja azt, hogy minden egyes ládát, dobozt és mindent széttör, ami a közelébe van. Hát ez nagyszerű amúgy. Ez nagyszerű, hát így még szét se kell ütnem semmit, mert a csacsi ezt is megcsinálja helyettem. Zene azt az érzést kelti, hogy itt még bizony több minden is van. Igen. Na, megyünk följebb, és ott lesz bizony a finala. Egy kis épületben. Csacsi elég kemény. Ez izom csacsi, ez a maxos szintű csacsi egyébként, akit itt most mellettem láttok. Amikor felbéreltem talán a második streamben, de lehet, hogy a harmadik volt, akkor még csak pici csacsi volt, de ez már a fullos, teljesen kifejlett csacsi. Nem is a házba volt finala. Ó, nézd csak, ki van itt. A drága barátod Valdis járt itt nemrég. Nem csak Drevin és én döntöttünk úgy, hogy zsoldosokkal leszünk útunk során finala. Nem tudható, hogy az ördögi Valdis majd hozzánk is ellátogat. Véres pénz volt, amit az úgynevezett utat során szereztél. Hogy harcolhatál a Mordenek oldalán? Azoknak a szörnyeknek a puszta gondolata is felforgatja a gyomromat. Ami történt, megtörtént. Megtalálom Valdiszt és megfizetek egyetlenségeiért. Kérlek, finala, javítsd meg a hidat, hogy elindulhassak a városból. Nem. Megtalálom majd a módját, hogy eloltsam a tüzeket a városban. Azt mondja, lehet olyat neki mondani, hogy kérlek, ezzel szeretnélek kárpótolni. Vagy sosem voltam Valdis követője. Vagy menj haza, finál, a dolgod van otthon. Egyes. Kérleljük. Itt volt rád szükségünk. Lehet mondani neki, hogy most már értem. Bocsáss meg nekem. Ha tudtam volna, hogy ez fog történni, tettem volna valamit. Érvezed, hogy kínzol engem? Egyes. Alright, fine. Hogy bocsássa meg nekem. Rendben, jó. Ha el tudsz jutni az Elendu szigetre, és aktiválod az elf prizmát, akkor kioltatod a tüzeket. A vajkás nem lesz segítőkész, fogadok. Régen elhagyták az erdő ezen részét. A világ változik, Sotiris. A sziget előtte található. Még emlékszel az útra? Ha Isterül lemosolyog ma rá, akkor a prizmon működni fog. És ha nem, akkor mi is át fogunk állni a vizek felett. Tessék, fogd ezt a rajzot és ezt a kristályt. Mindkettőre szükséged lesz, hogy feloldhassd a prizma mágiáját. Köszönöm, finala. Nem fogok csalódást okozni neked. Erős. Igen, ő az. Smart as well. Okos is. Igen, teszi a dolgát. Ez az, amit tesz. Doesn't suffer fools, nem viseli el mások hülyeségeit. Nem. Most miért nézel így rám? Nice weather. Szép az időjárás.
Jaj, nagyon jó beszélni a tankunkkal, Lothárral. Na tehát... Vége is ennek, rávettük Finalát, hogy ugye javítsa meg a hidat. Itt van a híd aktiváló kristály. Ezt a kristályt Finala, Amalu szerelője adta neked, hogy aktiválhassd az Elenlu szigeten található hidakat. A szigetet mindig is valamiféle misztérium lengte körül. Amalu gyermekei gyakran szoktak a szigeten kalandozni, és tejet... És... Micsoda? Kalandozni, és... Rejtett... Ja, hogy rejtett kincseket keresni ott. De amikor a taklakok veszélyesebbé váltak, Celephel utasítást adott minden híd tönkretételére. Most a hidak csak ezzel a kristállyal aktiválhatók. Feltételezhetően a sziget szívében lévő elf prizma még mindig működőképes, védelmezve Amalut minden veszélytől. De Valdis és Archmágusa nemrégiben támadása nyilvánvalóvá tette, hogy valami nincs rendben. Talán a válasz a vad taklakok között található, akik a szigetet lakják. Finnal az elf prizma aktiválására indult, az prizma egy ősi elf védőrendszer, mely kioltatja a mágikus tüzeket a városban. Meggyőzted, hogy térjen vissza a Manluba és javíts magaidat, ezért neked kell bekapcsolnod az elf prizmát. Jó. Menj át az Elenlu szigetre. Ja, hát akkor itt most csak tovább megyünk. A félóriásokkal mindig is vicces volt a beszélgetés. Ők ilyen különlegesek. Itt volt valahol egy enemy, de ahogy látom már meghalt. Hát ez amúgy tényleg nagyszerű, hogy a csacsi mindent kinyit. Szia Zedz, szia Sirakra. Csacsi öreg medvém. Szerettem a Mici Mackót. Ja, hogy most a csacsi lett a vezér? Se baj. Legalább elfér nála a sok loot. Tudom, hogy egy kattintás amúgy átváltani az íjászon. Szevasz, Kizu és Golden Samurai. Csacsi OP, van sárkány, azt is feleségből veszünk. Ha aktiváltuk az Amalu dombság teleportot. Szia Tiba, ez a game nagyon jó még a mai szemmel is. A mechanikái teljesen rendben vannak. Nyilván lehetnének jobbak is egy fokkal. De ez a game, ez sokkal jobban öregedett, mint az első. Illetve ez, amit most látok, ez ilyen feljavított grafikájú Dungeon Siege, tehát ez ugye nem az alap. Kicsit mókoltam ezt azt, és annak köszönhetően néz ki így a játék. Hol látszódik igazán? Hát ja, a karaktereinken. Karaktereink meg a textúráján. Például az idézett sárvány védelmező is rohadt jól néz ki. Nagyon szép. Szia Orgonitman. Szép öreggel, skacok. Van egy olyan szépséghibája ennek az egésznek, hogy vannak szetek, amiket nem tudott upscale-elni a rendszer. De hát... Ez belejáró. Illetve ennek köszönhetően néhány cinematik nem működik. Sajnos. De nem lehet váltani. Olyat tudnék csinálni, hogy mentek,
És akkor betöltem az előző, tehát az alapjátékot cinematikkal. Micsoda lihegés van itt. Hát nem azt mondjuk, sajnálom, hogy a cinematikokról lemaradunk, de azzal nem tudok mi csinálni. Ugye a magyarítás az, ha jól emlékszem, a textúrákhoz is hozzányúl. És sajnos úgy nem tudok modolni. Hogy ugye a magyarítása a textúrákat is birizgálja. Hát akkor meg nem lenne jó a magyarítás. Vannak bajok, de ettől függetlenül lehet élvezni az alapjátékot modok meg egyéb hackelés nélkül. Elképesztően jó AOE-nk van. Mozi Chiba. A cinematik. Jaj, Veldo, ez jó volt. Jaj. Itt valami legyeskedik. Jó. Na, hát. Megérte ide. Csacsi? Neked kéne ide jönni. Amúgy a csacsinak kéne, hogy a vezér legyen, és akkor legalább mindenki nyílik azonnal. Hogy nyomja, azt figyeljétek. A Vajlutra erdő északi része. Egy kemény rész volt, de nem hagytuk magunkat. Sajnos az Iriász lövi a fát. Nem gondolkodik ilyeneken, hogy esetleg a fa nem átlőhető. Ha ideérünk majd egy szentélyhez, akkor nyomunk egy kántálást, legyenek rajtunk a buffok. Most az az érzésem, hogy kezd keményedni a játék. Jó. Na, tehát kántálás. Hogy is kell? Kézikönyv? Nem. Tananyag éneke. Na, tudós éneke. 50% tapasztalat bónusz, mínusz 20% életerő. És 5 percig jó. Ez amúgy tetszik. Dono Experium. Meg is halt az íjászunk. Na, nyilván csak felszedtem.
Ott van valami komoly ellenfél. Komoly ellenfél állása. Ezt az X-vés éneket ezt hamarabb is észrevettem volna. Elég hasznosnak tűnik. Láttátok a csacsit, miért odalépett az eneminek? Amúgy az effektek, a spell effektek is nagyon jól néznek ki. Nagyszerű. Sotiris hátizsákja tele van. Jújj, meghal itt a healer. Hát erre kell valamit kitalálnunk, hogy a healert azt fel tudjuk kelteni. Még nem tudom, hogy mit. Mondjuk oda kéne figyelni a csapatra. Nyomunk egy manapot itt. Ez a rész nekem nagyon ismerős, srácok, hogy itt le kell mennünk. A tudósok énekéből még 2 perc van, utána újra el kell kántálni. Egy nedves barlang. Ők a taklakok amúgy. Csak sikerült harmadjára elsütni a képességet. Szia, Veldur. Veldur? Honor. Ez az automata. Automata ládanyítás mennyire epikus. Még itt ezt hallani fogjátok, hogy ömlengek. Ja, és a csacsi, függen attól, mennyi cucc van nála, úgy változik itt a megpakoltsága. Elragudj, Veldur. Téged is mindig szívesen látnak. De most Konar, köszönöm be. Na, hogy állunk? Tudósok énekéből még 1 perc van. Lehet, hogy most kéne visszafordulnunk. Csacsi? Haló? Ja, most fordulunk még vissza. Hoppácska. Hoppá, valakiknek nem tetszett, hogy kincset vettem magamhoz. Meloa, tudod hol? Ez olyan, mint a tudjuk ki. Nem mondjuk ki a nevét. Ilyenkor már ez nem is működik? Ja, hát igen. Na hát ebből látszik, hogy nincsenek köztetek Dungeon Siege 2 expertek, mert akkor mondtátok volna, de hát ilyen tör. Hát nem lehet még egyszer kántálni, hogyha már egyszer megtetted. Hoppá! Nyakamba ugrottak rögtön a taklakok. Azért mentek még egyet. Thank you.
Tacsi miatt oda csapom. Nagyon jó. Itt van egy kör, ami lehet, hogy gombakör. Egy ősi elf ereke tartó. Egy újabb szellem. Az a jó, hogy az Act 2-nél már meg fogunk tanulni szellemekkel beszélni. Úgyhogy vissza fogunk tudni ide jönni majd. A páncélt nem teszi le a tartójáról, úgyhogy ezzel kapcsolatban nem szabad figyelmetlennek lennem. Úgyhogy ide még vissza kell jönni egy szellem miatt. Nem sokára meg fogunk tanulni szellemül. Csacsi 24-es, 24, 24, 24. Csacsi lemaradt a szintezésben. Szevasz, mechanik, szevasztok, srácok. De most visszaspawnolt az enemy, mert már van ilyen respawn rendszer a kettőben. Ha elég távol megyek egy területtől, akkor ott visszaspawnolnak az enemy. Azt mondom, hogy megértem, mert most legalább több lett a lootom. Hát rossz helyre ment ki az a területi az ijásztól. Egy épület. Nézzük csak, mi van itt. Ó, de jó! Vésett könyv nagy életerőital. Csacsi a falon keresztül akarja ütni az enemit. Ó, Csacsi 25-ös szintű lett. Valahogy urán működik ennek a csacsinak a szintezése. Lehet, hogy a fő karakterrel együtt fejlődik. Mert csacsi! Szevaszázzal, szevasztok srácok! Új, itt nagyon sok enemi lesz most. Hát is váltok inkább az íjászra. Hát ez nem az íjász lett. Így. Aha, és oda át kell mennünk. Mert ide mutat még ellenfeleket. És ezek az erősebb ellenfelek nagyon könnyen nagyon csapják a healerünket is. És akkor ő nem tudja kasztolni nekünk a
az automata healer varázslatot. Csacsi nyomod! Óhó, ezreket nyomott a csacsi. Jó. Ez mana töltőhely. Ellenlő sziget teleportja. És itt még van valami. Óriás mana italokat tudunk innen felvenni. Mennyi óriás mana italunk van? Ahogy látom, rengeteg. Na, tehát itt vannak olyan ládák, amiket hogyha kinyitok, akkor nyakunkba ugrik egy csomó elemű. Nagyszerű. Ritka, jó dobósarló. Azt gondolom, hogy a dobósarlóval nem megyek nagyon semmire. Istaura és isteni temploma. Már amúgy közben mögém spawnolt az enemy. Ez pedig itt már az ellenlő sziget. Működik a cinematic! Kettő. Három. Négy cuccot kell aktiválni ezek szerint. It is beautiful here. Nagyon szép itt. Igen. Have you ever been here before? Voltál már itt korábban is? Gyerekként és... Gyerekként. Finala és én bemerészkedtünk a Szent Szigetre. Olyan messze mentem, mint ide a harmadik híd. Ő azt mondta, hogy messze ment, mint ide az első prizma lencse. Ha ő mondja, de kétlem, hogy ő volt, valaha is olyan bátor volt, mint te. Ha, ízelgő, de lehet benne némi igazság. Ő mindig is félt a magasságtól. Szia, Vili. Szép napot neked. Bizony, bizony. Végre DS, Predrog. Raktak rám valami 65% az ütés támadások elhibázására. És növeli a lövés támadások célzás hibáját. Ó. Hát tényleg látom, hogy az IS jobbra-balra lő.
Na nézzünk. Ellenló kicsi prizma kristálya. Az Ellenló szigeten vetted magadhoz egy taklakholttesttől. Ez a kristály képes az elf prizma fókuszálására és reaktiválására. Ha mind a négy sugár megfelelően rá van irányítva. Azt tanultad gyermekkorodban, hogy a prizma Isteru utolsó nagyműve volt. Élete vége felé közeledve látta, hogy Aranna egyre veszélyesebb helyé válik, és bár Azunáj sikeresen véget vetett Zaramot uralmának, a következményeként végbe ment kataklizma, és a sötét varázslók hatalma sok gonoszság felszínre törésének nyitott ajtót. Isteru tudta, hogy az erdő védelemre szorul. Utoljára a cigánytábornál voltál. Hát akkor kimaradhatott egy rész neked, igen. Bár az a cigánytábor, ez nem a Dungeon Siege-be volt? Az is ugyanilyen erdős területen volt. Aztán itt meg van kavarva minden. Tehát itt van egy liftünk. És pont rosszra csaptak rá. De én emlékszem a cigánytáborra, ott nagyon furán beszéltek az emberek. Pedig. Az milyen a... Az emlékeimbe marad. A persze ide gondolunk. Kíváncsi vagyok, hogy ez most opcionális, ez amúgy valószínűleg opcionális terület. What? Ó, ez nagyon furán nézett ki. A csacsival töltsük fel ezt. És még lejjebb megyünk. És már mögém spawnolt az enemy. Nem, akkor feljebb jövünk. Aha, Griff madártól. Jó. Hopp, egy vadászkard. A csacsinak mi a skije? A csacsinak az a skije elég menő. Minden chestet, ládát és széttör minden konténert, ez az utolsó képessége. Van ugye ez, amikor egy nagy területi sebzés nyom, a szédítőrugás, nagyon durván erős, és van egy, ami a támadás, ez csak simán támadás. Meg itt a statokat kap, azzal, hogy ugye szintet lép. De ez a passzív, hogy kinyit minden ládát, ez nagyszerű. Szóval azt tudjuk, hogy ott lehet-e menni jobbra. De egyelőre arra akarok menni. Amerre már jártunk, és ott a felfedezett dolgokat kéne még jobban felfedezni. Gondolkodtam rajta egyébként, hogy a csacsit lecseréljük harcmágusra, de ezek után nem.
Én amúgy nagyon szívesen kipróbálnám a többi fajta petet, csak az a helyzet, hogy csacsi mindenféleképpen kápra drog. Nekem legalábbis. Még akkor is, hogyha itt most már könnyen lehet hazamenni a városba. Kéne valami olyan varázslat, ami leszedi a debuffot. Még egy kicsi prizma, ennek a leírását már nem olvasom fel, mert ugyanaz, mint az előző. De amúgy érdekelne a skorpió, az a jégelementen, érdekelne a farkas is. Szívás, hogy itt ugye a karakter limit a 4. Hogyha mondjuk egy... Arról lenne szó, hogy mondjuk a 8. karakterem mi, akkor nagyon szívesen átállítanám mondjuk egy farkasra kipróbálni, hogy milyen 8. lehetne egy olyan, hogy így tesztelgetjük, hogy melyik mit tud. Na, be is tesszük az első kristályt, hogyha engedni nekünk a játék. Na, úgy néz ki, hogy engedtem. Csacsi nem nyitott ki semmit. Igen, ezt amúgy majdnem elfelejtettem. Irányba lőni a kristályt. Akkor jöhettem volna vissza ide. Ohoho, óriás a mana italok. Szoti része és Lothar táskája már tele van, és a tárra is az előbb azt írta, hogy tele van. Nekem ez... Amit most így csinálunk, ez a terület régebben sokkal hosszabbnak tűnik. Na, meg lett a harmadik kicsi prizma. Ez annyiba tér el a másodiktól, hogy ez piros, illetve az előző az zöld volt. Az első pedig kék. Gondolom az utolsó meg akkor sárga lesz. Ide ugrottak és már is kapták. Na itt erre kell elmennünk, hogyha akarok prizmát aktiválni. Ja, én ott nem láttam semmit. És ezt már nem is lehet tovább forgatni. Hát elnyomtam a 4-est, és Sacsi mégse csapott erősek az ellenfelekre. Nagyjából minden évben amúgy valami retro játékkal szoktam játszani évelején. De ez retro játék. A Witcher is. Már. Annak vehető.
Csacsi! Na végre. Szia, Nicikán. Ha ott van még egy enemy. Tavaly a Half-Life-ot nyomtuk. Tavaly előtt meg a... az Age of Mythology volt. Az Age of Mythology-zás az... az nagyon jó volt. Azt nagyon élveztem. Na majd amikor az Age of 2-t nyomjuk, az milyen jó lesz. Meg az egyet. Meghalt a healer. Mod! Nem tartod be. Ez hihetetlen. Előtte az az égbe a képességét az IS. Ez kiábrándító volt. Ja. Mythology-ban jön a remake, úgyhogy lehet újra nyomni. Ez... ez a Broken World. Ez a Dungeon Siege 2. Amihez megvettem a Broken World-ot. Mivel... online már nem lehet megvenni. Így kell hozzá lemezes verzió. Szóval ez a Broken World-os Dungeon Siege magyarítással, illetve hát DG Voodoo-val. A DG Voodoo minden régi DirectX-es játék grafikáját feljavítja. De modokat nem használok. Nekem nem lesz nosztalgia, mármint hogy nektek a DOS-os játékokkal játszok, az nosztalgia bomba lesz, de nekem nem, mert nekem az első játékom az, az a Jazz-Jack Rabbit 1 volt. Meg amúgy volt még valami, de arra már nem emlékszem. Amit még, volt még valami játék, amivel játszottam. Ja, a Jazz-Jack Rabbit-eket lehet nyomni a GOG-on, és amúgy nagy királyság lenne, hogyha az Epic remake-elné. Mert amúgy nagyszerű remake-et lehet csinálni az ilyen régi platformerekben. Számos példát látunk már rá amúgy. A régi platformerek remake-je. Hát, ja. Vagy nem is kell. Hát, ja, mindegy. A Jazz-Jack Rabbit az nem DOS-os volt? Az egyet lehetett játszani. Hát, amúgy nem tudom. Az egy talán DOS-os volt, de a kettő nem. The Last of Us lesz Han Sub kérdőjel. Hát, magyar feliratos lesz persze. Meg lesz magyar szinkron is, persze. Az első játékod a Gothic 1 volt? Nekem a Jazz-Jack Rabbit. Még képem is van róla. Na, eloltódnak a tüzek. Szia Sebát, szia Misi.
Jaja, amúgy CPS víz azért néz ki ilyen jól a game, mert hogy kicsit megimpáltam. Sajnos emiatt vannak láthatatlan armorok, illetve bugos cinematikot. De talán azt lehet mondani, hogy megérte. És hát egy jó hosszú í. A zsezsekre mit kettő is még doszos? Na, ezt nem tudtam. Ezt nem tudtam, Pedro. Azt tudom, hogy... szomszédvárosban, amikor átmentem a könyvtárban, és ott a gépeken nyomták a srácok a gémet, akkor ott ilyen... hát ott nem Windows volt a gépen, az biztos. Több mint az, hogy DOS. Mert hogy... ugye nem volt grafikus kezelőfelület, hanem így a számokból kellett választani, milyen játékkal akarsz játszani. És azt hiszem volt doszos hát gyűrűk ura is, meg ott volt a Jazz Jack Rabbit is, de már nem emlékszem melyik. Innen lehetne visszamenni. Az lehetséges, hogy volt valami doszos gyűrűk ura? Így egy szobát kellett védeni. Mória bányáiba voltunk, azt hiszem. Valami ilyesmi rémlik. De már nagyon rég volt. Na, egyetlen dolgot nem kötöttünk össze, azt mindjárt megcsináljuk. Van még egy terület, ahol nem voltunk. Hohohoho. Mind az XP korszak elején még a legtöbb ilyen játék még DOS-on futott, csak kezelte a Windows. Ha! Wow! Mindjárt olvasom, hogy most mi van. Mi a helyzet a küldiben. Na, nézzük, miért jövünk ide? Hát a nagy semmiért. Valószínűleg amúgy itt voltak enemik. Aha. Jó. Hát akkor ezzel a területen most hivatalosan megvagyunk, és egy csomó upgrade-et vettünk fel. Kérdés, hogy Csacsinak mennyire... hát, még kibírjuk ezzel a csacsiban. Na, ja. Na. Tehát, térd vissza a Manluba és beszélj Finalával. Ez a feladatunk. Amúgy, hogyha már visszajöttünk, akkor jó, leadjuk a questet, és akkor utána. Hú, de szeretem ezt a zenét. Nézem, vagy 10 doszos Lotro game simán van. Nem hiszek a szememnek, a tüzek kihúnytak. Megtartom a szavam. Nem voltál mindig ilyen, megvallom, meg vagyok lepődve. Nem az a Sotiris vagyok, akit egykor ismertél. Sok minden történt azóta, hogy apróságokon cívottunk kiskorunkban, Finala. Nos, a híd meg lett javítva, szabadon a karaván után indulhatsz, ha még szendékodban áll.
Igen, még szándékomban áll. Merre mentek? South. Délre, Hócsermely kikötő gyors menetben három nap járásnyira járása van innen. De ők komoly terhet cipeltek, ellentmányt az ellenállásnak, még az erdei ösvényen járhatnak. Akkor tiszta az út. Úgy emlékszem, bajokat emlegettek a Vajkás erdővel kapcsolatban, mielőtt távoztam. Csak apró csinyeket hajtanak végre, semmi több. A hercegnővel és a három királygárd is távol a karaván kevésbé kerülhet bajba. De a Vajkás nem olyan gyenge már, mint egykor volt. Akkor kell vigyáznod, ha egyedül utazol arrafelé, Sotiris. Nem félek. De mielőtt tovább rohannál, igen. Hadd menjek veled, odakint sokkal inkább hasznos lehetek, mint itt. És azt akarom, hogy Valdis megfizessen azért, amit tett. Van doszos hobbit 1983-as. Aszta. Milyen képességeid vannak? Ő egy varázslónő. Harcmágus. Hát, fel lehetne fogadni. Azt mondom neki, hogy nagyon jó, de nem feled ki a vezér, ezúttal nem te fogsz vezetni, Finnalam. Akkor azt mondom neki, hogy sajnálom, de nem látom, hogy ez működne. Látom, túlbecsültelek. Egyúttal sok szerencsét kívánok. Itt leszek, ha meggondolnád magad. Úgy csinálták meg a Dungeon Siege 2-be a questeket, hogy mindenkit, hát jó, nem mindenkit, de jó pár embert fel kell bérelned ahhoz, hogy meg tud csinálni az összes mellékküldetést. Na hát akkor most shopozunk. Igen, igen, ez a 4-es party limit elég nagy érvágás. Ja. Milonaman, you are welcome to look around. Take care where you step. Üdvözöllek, csak vigyázz, hová lépsz. Minden szétszórtál egy ártalmatlan. Ha szúrást érzel nyakadon, nem kell megijedned. Ezen falak között sok ilyet lélek él, akik még nem találták meg az útjukat a szent víz felett. Na. Na, tehát ütés és természet, ez rögtön eladásra kerül, mert ez hibrid cucc. Természet, mágia, olyan karakterünk van. Hát, 11-19, ez nem upgrade. Ott meg setünk van, úgyhogy ezt elengedjük. Az első modokhozott voltak olyanok, amik a party limitet emeltek. Igen, meg olyanok, amik feloldották a nehezebb nehézségeket is. Nézem, milyen homályos ez a game, az kiderült 360p-re volt állítva. Hát akkor, hogyha 360p-ben nézted, akkor olyan, mint hogyha a rendes játékot nézted volna, Kizu. Ez volt az első játék. Ez volt az első játék, ez ami beszippantott igazán PC-n, Condor 64-en a Blood Witch volt még erre képes. Nekem én nem játszottam Commodore játékkal egyáltalán. Egyáltalán. Én nagyon örültem a Diablo 2 után, hogy találtam még ilyen klassz RPG-t. Na, ezt is azért nem tudjuk felvenni, mert setünk van. Amúgy lehet, hogy a... Hát még nem engedhetjük el a setet. Harcmágiát az fixen eladhatjuk. Természetmágia átmegy. Nincs hely. Az Eye of the Beholder doszos verzióját most portolták át Commodore 64-re. Kicsoda játékok, hát igen. Sok én van, amit én nem ismerek. Lövés és harcmágia, ütés. Jó, ütés, halálellenállás, aha. Kis furkósbot. Na, természetmágia 31-es. Hát akkor ezt kár is nézni. Szürke cuccok.
pláne nem érdekelnek minket. 12-es halál ellenállás, ez meg. Ez nem érdekel. Harci mágia, pláne nem érdekel. Sebzés. Na ez, abból meg szetünk van. Azt mondja, hogy vélem ellenállás, ez meg tűz ellenállás, de kicsi cucc. Ez is gyenge. Hát az is sokkal jobb. Ez is kevés lesz. Ez is kevés lesz. Szürke cuccokat meg ugye továbbra is el is nézni. Na. 13-22. Igaz, ez 16-os szintű, az meg 20-as szintű. Amúgy ez valószínűleg upgrade lenne, de mivel lilánk van, ezért felejtős. 28-as páncél, 23-as. Természet meg... Na, ez jó lehet. 17-22, az is jó lehet. Az is jó cusz lehet. Ezzel nem foglalkozunk. Dobókéssel sem foglalkozunk. 21 mana, 1 életerő. Na, ezeket majd meg kell néznünk. Ha, ezt is meg... Miért? Pont a Tetris résznél. Pont a Tetris résznél. De legalább nem küldetés közben voltunk. Legalább nem küldetés közben voltunk. Ez legalább nyugtat. Milonaman, you are welcome to... Na. Tehát... Nem érdekel, az se érdekel. 11-19. Ez milyen gyors? Az is gyors. Jelenleg gyors... Gyorsunk van. Aha, az amúgy upgrade lehet. Az is upgrade lehet. Az nem upgrade, ugye? Az se, az is upgrade lehet. Az kuka? Az is kuka. Ezek ugye upgrade-ek lehetnek. Ugye varázslat. Na, nyomunk egy mentést. Cat macska borda. Na. Lövés képességre az nagyon kevés cuccot adott, ugye. Harc megje kuka. Az is kuka. Az is. Természet mágia. Az is. Az is. Az, amit nézni akartunk. Természet mágiát is nézni akartuk. Az a, azért nem upgrade, mert set van belőlem. Az se kell, az se kell. Jó. Meg ezt is nézni akartam. 16-31. És nekünk meg 12-21-ünk van, hát akkor nem. Nem. Ez itt nem upgrade. Ez ugye a csajszinak megy. Ez micsoda? Harci mágia? Hát akkor ez sajnos kuka. Az meg természet mágia. A csajszinak lehet adni amúgy ilyeneket. Ez is amúgy a csajszinak megy.
Azokat ugye át kell válogatnunk, az ékszereket. Ez hibrid, az béna pajzs, az béna fegyver, az is béna, az meg kevés rarity-ű. Na most jön az, hogy démoni, meg tudja enni a csacsi? Tud még fejlődni szerintetek? Ez a lény már kifejlett példány, nem lehet tovább erősíteni. Aha, jó, akkor... Uha. 14-24. Kevés az ellenállás rajta. Ez meg ugye kétkezes. Ja, kontrollba klikkel. El lehet adni, csak elvettem a kezem. De amúgy igen, Adamus. Igazad van. Ez is kevés. Tina nyugalma. Na nem tudom, hogy van-e ilyen szettünk, de valószínűleg amúgy ezt kéne építeni. Páncél manaregen. Na, manaregen miatt odaadjuk a csajszinak. Aha, ügyességet ad. Na, ez amúgy jó lehet, lövés. Nem tudom, hogy van-e ott szettünk. Az hibrid volt. Hibridet ugye továbbra se építünk. Tehát a szeteket olyan pokol ilyen macerás összekaparni. Nekem az a arany tankos szet az összejött, úgyhogy bízom benne, hogy most is majd össze fog jönni. Ez megint kétkezes. Intelligenciát ad, tehát nem kell. Varázslat. Varázslat. Még egy varázslat. Mennyi varázslat. Könyv is van. Természet mágia az jó lehet. Lövés jó lehet. Az ellenállás. Hibrid. Varázslat. Már el se fél. Ennyi? Meg is vagyunk? Na nézzük. Szihány vadász. Na azt mondja, hogy 4% manaregen és jégellenállás. A manaregen nekem nagyon tetszik, úgyhogy maradunk annál. Villámellenállás, tűzellenállás és 4 manaregen. Élelem adásra a védelmező lelés és a vadharagra plusz 1. Ezt eltesszük, és ez jó lesz. Mana újra töltés. Mana regen. Hát végül is lehetne, az a helyzet, ez nem. Nem kell. Na nézzük az íjászt. 8 ügyesség és 15% mágikus tárgytalálás. Hát ezen sok ellenállás van. Amúgy nem hülyeség. Sérülés manává alakul, nem? Na 15-29-es van most, tehát ez eleve upgrade. Nézzük a statokat. Kevesebb sebzés százalékot ad, meg ügyességet. Továbbá ad villámsebzést, ami tetszik. Ez meg életerőt ad. Haraponnyi a távoli lövésre és a sok hullámra ad. Ez meg a kritikus lövésre és a kitérésre. Aha, hát... Jó. Jó. Na majd, ha meg lesz a set, akkor milyen jó lesz. Na most jött. Most jött a kemény rész. Meg majd jöhetnek az ékszerek is. Mert először a... Mentünk egyet. Először az ékszerekkel kéne foglalkozni. Na nézzük. Jégellenállás manaregen, ugye erre azt mondtam, hogy ez gagyi. Na. Jégellenállás és életerő. Ugye neki nagyon jó gyűrűi voltak. Aha. Na ez amúgy, aha.
Hogy állunk az ellenállásokkal? Villám az 70. Halál 10. Akkor a halál az marad. Villám 10 és ügyesség 4. Itt ez hogy áll? Ó, ez nagyon rosszul áll. Aha. Hát, amúgy... ez marad. Csináltam egy olyan healert, ami valójában a tank lett, sebződésből a manát kapott vissza, és annyi HP-ja volt mindig, hogy volt ideje magát gyógyítani. Nem találkoztam olyannal, ami meg tudta volna lenni komolyan. 5 páncél, 10 életerő. 1 arany. 1 arany, srácok. Hős gyűrű, 1 arany. Ennek oka van, srácok, hogy ez 1 arany. Ezt megtartjuk. Ki tudja, miért van itt. Círia pecsétgyűrűje. 6 maximális sebzéshez erő, 3 életerőt állít vissza ütésenként. Na, ez tetszik amúgy. Jó, ezt amúgy használni fogjuk. 10 páncél. Hát az életelő regenerációt bukom, de nem baj, ez menőbbnek tűnik. 3 páncél, 21 mana, 1 ügyesség és 1 páncél. Nem, ez gagyi. És ez? Na, ez nyaklánc. 10 halál ellenállás. Jó, ez is gagyi amúgy. Na, ez jónak tűnik. 14% tűz ellenállás, 5 ügyesség, 3 intelligencia, 13 mana és 4 életre regeneráció. Ezek a statok. Na, most hát a kis csaj. Varázskönyv üres. Varázskönyv üres, és varázskönyv meg van pakolva. Na, lélekölelés. A közelben álló szövetségeseket a természet szellemével itatja át, ellenállás nyújt jég, villám, tűz sebzéssel szembe és az átokkal szembe. Aha, ez amúgy nem rossz. Extra sebzés a kritikus találatokból, aha. Azt úgy nyomja. 9% max életerő. Ezt eladjuk. 5% életerő lopás, ilyet is lehetne használni. Nem. Mehetne amúgy a 10% ellenállás. És az átkokra immunitás, hát ez amúgy nagyon király, ez nagyon tetszik. Kisebb fagyott fénysugár, nem? Jó, ilyenünk meg ugye van. Természet mágia 30-as, szinte bukottak haragja. Azt nézem, hogy ez ad ellenállás, de azon meg mana töltés van, úgyhogy ez kuka. Ezeket a harc mágiákat meg eleve eladhattam volna. Közelbáró szövetségeseket az elesett bukott harcosok dühével tölti fel, így az ütés és lőfegyverektől kapott sérüléseik bizonyos százaléka visszajut a támadóikra. Nem. Na jó, opá. Megvagyunk. Megvagyunk, srácok. De amúgy van valami quest, ezt mindjárt megnézzük. Ez egy őr egyébként. Danadel. A napakodásra sose volt divados a manluba. Most azt sutogják, hogy csődét alakok húzának az éleple alatt. Na. Az fontos, hogy ott van. Ezt amúgy el kell adnunk. Azt el kell adnunk. Igazából azt is el kell adnunk. Hős amulett, hős gyűrű. Aha. Ugye szerintem ezekkel kezdtünk. Jó.
Mondjuk ezt nem akartam berakni, ezt a macska bordát. Ja, hogy ez olyan hosszú. Hát akkor így. Jó, így jobban tetszik. Jobban tetszik. Jó, azokat eladjuk. Arra nem is tudom már úgy mit néztem. Azon sok ellenállás van, az nem lenne jó? Ja, nincs rajta mana regen. És ez nem lenne jó? Ja, ehelyett van set. Jó, akkor ezt is kukázzuk. Még a potikat kéne majd átnéznem. A potikat kell átnéznünk. Amúgy ezt már most megcsinálhatjuk. Ezt ide lentről rakjuk. Nagy életerőital, az jöhet. Oké, a csacsinál van egy csomó. Hát, három sorba elég lesz őket pakolni. És akkor még kettő. Hát a nagyfia az a varázslónőhöz fog jönni. 1400-at tölt. Az 500-osokat el lehetne adni. Azokra nagyon nincs szükség. Az IS-nak egyáltalán nem kell ilyen. Azt hiszem amúgy nagyon megérte felhúzni ezeket a gyűjtögetős képességeket. Azt nézzétek mennyi manapotink van. Amúgy ilyet az íjásznak egy kevéske ilyen. Jaj, ez írtó hasznos, ez írtó hasznos képesség volt. Amúgy megnyithatjuk most őket. Jó, és akkor így át lehet pakolni. Ugye ez itt mind eladásra fog menni. Ezek a kicsik. Ezzel a sok manapotival amúgy nem tudom mit csináljak. Szerintem már ez is sok, úgyhogy még egy sort. Még egy sort lecserélünk. Ezt nincs szívem eladni, úgyhogy még egy csere. Mert ugye azt hiszem nem érje, hogy a skill szintjétől függ a poti mérete. Nem írja? Ja, nem írja. Viszont azt jó lenne tudni egyébként, hogy ez a legjobban a poti, ami eshet, vagy még húzza tovább ezt a természetes békjót. Annyiba segítettek, srácok. Mekkora ez? 2004-es. Nem, 1004-es. 900-asomból még van egy csomó, ez meg 1004-es. Három sor jó lenne mindenkinél. Még a csacsinál is. We must stand fast in the face of the rising darkness.
What better way to prevail? With my specialty magic wood. Gyorsan a felvirradó sötét arcába kell nézni. Mi lehet jobb módja a fölénybe kerülésünknek, mint a speciális mágikus portékám. A szúrást érzel a nyakadon. Nem kell megijedned. Jó, igen. Eladás. Azt hittem, hogy beszélgetni akar, de amúgy nem akar. Az eladásra megy. Ezeket a kicsiket is eladjuk. Na és akkor veszünk normálisan. Ez lehet, hogy overkill amúgy. Na, hát egy 10-est elköltöttünk potina. Jó, tehát ezzel is megvagyunk. Azt mondja, hogy a barikád az úgy ki van maxolva. Pajzs erős blokkolási esély durva. Amit itt lehetne rakni, max életerő növelés és páncél. A szélköd erőd katonái kitanulták a hatékonyságot növelő páncél bűbájolási mesterségét, és így gyakran még a legpusztítóbb csatákból is sértetlenül térnek vissza. Szevasz, Laca! Ez lesz az. Már a fizikai ellenállás is lehet, hogy kellett volna nyomni. Az ellenfeled bünteti, mikor a karakter egy ütés támadást vért. Na várjál csak. Ahhoz 36-os szint kell, aha. A hócsermely kikötő elit katonáinak kiképzése során az utolsó állomás a pajzsuk fegyverként való forgatásának elsajátítása. Megtanulják blokkolni a támadásokat és egyben ellenfeleik felé azt az erőt visszafordítani. Ez tetszik amúgy. Ez lesz majd a kövi, amit így megtolunk. Szia, Karaka! Az Insta Story-ban ott van egyébként. Premier előtt meg lehet nézni majd a Last of Us. Ha megnyeritek a egyet. Egyetlen egyet fogok sorsolni. Na. Azt mondja, hogy ellenállás és életerő ital szüretelés. Hát erre pakolunk. Egyrészt ellenállás, másrészt meg életerő ital az mindig jól jön. Maxoljuk. Minusz 60% a manakoszból csak tólát. Na nézzük. Milyen lelkekre gondol Lysanor? Igen, mindig összhangban voltam a világgal. Sok időt töltöttem a róla szóló információk begyűjtésével, és még egy szellemlélekkel is kapcsolatba léptem. Hogy lépsz kapcsolatba egy szellemmel? Nyilvánvalóan a lelkekkel nem lehet normális módon beszélni. A szavaik teljesen értetetlenek a fülünk számára, miközben a szellem megmutatja magát, hogy a szemünkkel láthassuk. Akkor a remény, hogy egy ilyennel kommunikálhatok, csak dőreség, nem? Nem szükségszerűen a kutatásaim szerint a Vajkás szektások ősi énekeket használtak a sötétebb lelkekkel kommunikáláshoz. A forrása evilági tudás. Ha tudhatnám, hogy miről beszélnek a sötét szertartásaikon, azt hiszem, rá tudnék jönni. Szeretnél segíteni nekem? Igen, mit tegyek? The Vajkás are much too cunning to simply leave such information lying around. I fear that the only way to learn the secret of their chant is to overhear one of their rituals. Hogy egy ilyen információt csak úgy parlagon hagyjanak.
Vélek, hogy az egyetlen módja az ének kutyának megfejtésére a szertartások kihallgatása. Keresd meg őket a Vajkes erdőben, és keresd meg az egyik szertartás termüket a barlangjuk mélyén. De vigyázz, nem csak a szektatagok jelentik a veszélyforrást ebben a vállalkozásban. Puszta szavuk is fenyegetés lehet egy halandó füle számára. Na. Ez akár egy... A sötét óm 26-os küldi. Na ez lesz az. Ez lesz az, ami nekünk kell. Egy sötét óm. És ha ezt megcsináljuk, akkor tudunk majd szellemekkel dumálni. Nagyszerű. Na, hát akkor... mehetünk tovább. Lepakoltuk a cuccokat, átpakoltuk a cuccokat, és mindent lecseréltünk, amit csak tudtunk magunkon. Finala itt vár, de hát nem béreljük fel. Már először balra nézünk el. Hoppá. The town is in ruins. A város romokban, szerencsétlenség, bal sors, ami a családomat megfertőzte. Hogy fertőződött meg a családom? A családom sokszorosan is átkozott. A nagybácsikámmal kezdődött. Renny-tel valami 20 évvel ezelőtt, még a halála után is, semmi más, csak bal szerencse sújtotta a családomat. Hogy hozhatod a nagybácsid halála átkot a családodra? My uncle was a servant for Master Levereth in the estate to the south. A bácsikám szolgája volt Levereth mesternek a déli birtokon. Állítólag szégyent hozott a családunkra azzal, hogy lopott Levereth mestertől és megölte őt. Miután elfogták az őrök, Renit bácsikám kivégezték Levereth úrhölgy parancsára, és most gonosz tettei rosszat hoznak a családunkra. Még halálában is. A bácsikám átkozott. Örök békétlenségre van kározatva, arra ítélve, hogy az uradalom termeit járja mindörökké. Értem, és te nem hiszel a vádban? Uncle Threnet was not a violent man. Threnet bácsikám nem volt erőszakos ember, és nagyon büszke volt a pozíciójára Levereth mester mellett. Nagy megbecsülésnek tekintette, és a lehető legjobban tette a dolgát. Hogy lehetett volna tolvaj, gyilkos? Talán ezért is kísért a birtokon még mindig. A tisztára mosát nem a nevét végre békére lelhetem. Segítetek valahogy? Hát de srác, kedvességedért, bármilyen segítség jól jönne, bár nem nagyon tudom, hol kezdhetnénk. Meg kell tudnunk, hogy mi is történt valójában a birtokon azon a napon. De voltak tanúk? Nem, ahogy én tudom. Az egyetlen információt Talven, az éppen akkor szolgálatba levő őr írása jelenti. Tessék, itt van egy másolat belőle. Talán hasznosak véled majd. Azt hiszem, még mindig az élgárdában dolgozik a malluban. Említetted, hogy nagybácsiket még a birtok falai között járkál. Lehet beszélni is velem? Az haszontalannak tűnik. Néhány alkalommal elkaptam néhány fosztányt tőle, és egyszer azt gondoltam, hogy kapcsolatba is léptem vele valahogy. Az elmémet rettenetesen gyászos hangok költötték meg, de nem tudok eleget a lélekvilágról, hogy többet felfoghassak belőle. Visszanor a mágus az, aki ilyen dolgokban jártas, de eddig nem nagyon volt segítségünkre. Köszöntem, mert megteszem, amit tudok. Az őr vallomásom. Közhírét étetik Levereth házőrének, Tamvennek a vallomása. Ki az alant leírtak szemtanúja volt. Tamven felesküdött Ventril őrparancsnok és szelephel a bölcs előtt, hogy az igazát állítja. Két nappal ezelőtt szürkület után járőröztem, amikor hangos kiáltásra és szitkozódásra lettem figyelmes Levereth mester hálóterme felől. A hang a mesterének tűnt, így óvatosan megközelítettem az ajtót. Mertem, mivel Levereth úrhölgy, aki általában nyugtatta őt, most a távol volt. Az ajtó félig nyitva volt, és így láthattam, hogy a hang nem a mesteré, ahogy hittem, hanem a komornyikjáé, aki a mester ládájában és szekrényében matadott, és így ordított. Hol van? Az első gondolatom az volt, hogy valami ellopható értéket keres, valami olyasmit, amit Levereth mester nem hiányolhat. De hogy elmentem az ajtó közelébe, láthattam, hogy a ruhája csupa vér. A legrosszabbtól tartva beléptem a szobába, és kérdezni akartam, hogy megsérült-e. De mielőtt megszólalhattam volna, láttam, hogy Levereth mester az ágyba fekszik mellén egy hatalmas sebbel.
Közelebb léptem hozzá, remélve, hogy segíthetek, ám észleltem, hogy már halott. Ráordítottam a komornikra, hogy maradjon a szobában, és az őrparancsnokért küldtem. Ő közben zavartan az ártatlanságáról hablatyolt. Bezártam a boros pincébe, Vetril parancsnok megérkezéséig. Időközben Levret úrhölgy is hazajött, előbb, mint a parancsnok. Természetesen zaklatott lett, és követelte, hogy mondjam el, mi történt. Elmondtam neki mindent, amit tudtam. Személyesen kérdezte ki a komornikot, ahogy más szolgákat is, de elmondta, ő sem tudott meg többet. Azt mondta, azt akarja, hogy a komornikot végezzék ki. A bölcsek törvénye szerint ez jogában is áll, így elvégeztem a kivégzést, és üzenetet küldtem Vetril parancsnoknak, melyben tájékoztattam, hogy az inas az én kezem által elhalálozott. A parancsnok mindkét üzenetre válaszolt, egyetértve Levret úrhölgy jogának érvényesítésével, és kérte, hogy a hölgy és én utazzunk el a Manuba, hogy tegyünk eskü alatti vallomást a tényekről. Egyúttal Vetril parancsnok tájékoztatta a komolyik családját annak törvényes kivégzés általi haláláról. Jó. Azt mondja, hogy a Veilutra erdő déli részén található egy rétrán. Aha, jó. Egy szolga kísértette. Első rész. Jó, hát itt négy oldalnyi másodlagos küldi van. Az jó lesz. Az jó lesz. Szevasztok, szevasztok, srácok, közben üdv mindenkinek. Hoho. Egy üveg elf víz. Curse that Vold is for what he's done to our town. Azért, amit a városunkkal művelt. Bármit megadnék, hogy látassam, amint valaki kiköti egy fához, és nos, felejtsd el. Magam mennék Valdis után, de sose voltam olyan erős. Még csak rá sem mernék nézni. Nem. Csak szóba vagyok ilyen bátor. Mondták már, hogy rá tudnék venni egy taklakot is, hogy ruhát viseljen és táncoljon a tavaszi fesztiválon. Ideje, hogy a tettekkel is megmutassam a képességeimet, és összedözzem a városlakókat a visszavágásra. Nem bár, az segítene, ha lenne néhány figyelemfelkeltő és nézőpontomat erősítő trófám. Azon merektem, vajon mi van előtted az asztalon? Az? Ó, az csak egy üvegnyi elfíz. Igen, igen, a Szent folyóból van. Legalább akad még valami, ami tiszta maradt. Valdis és az arkmágusok pusztítása ellenére is. Esküszöm, életem célja lett, hogy bármilyen úton módon, de megbestelenítsem a Mordeneket. Hozz nekem valamit, ami beindít engem, és a víz a tiéd lehet. Hát akkor a... hogy hívják? Mehet. Az a macska borda. Örömmel segítek, ha tudok. It's hard to inspire people to fight for something they cannot see. Have you found a trophy for me yet? Nehéz az embereket arra ösztönözni, hogy olyasmivel harcoljanak, amit nem láthatnak. Találtál már nekem egy trófát? Mi is van nálad? That? Igen. Oh, that... Tehát akkor ezek szerint nincs semmi. It's hard to inspire people to fight for that? Jó. Akkor neki valami trófea kell. Akkor a macska bordát el kell valamire cserélni, és akkor itt lesz az elfíz. Don't believe what they say. I'm ne hidd el, amit mondanak, nem vagyok tolvaj. Keep an eye out for Taglak. Vigyázzatok lakókkal, Valdis támadása óta merészebbek lettek. Itt nem lenne elég bajunk amúgy is. Úgy teszek? Keep an eye out for Taglak. Jó, és ugyanazt mondta, csak női hangom. Tetszik amúgy ez a villámos támadás. Ezt a cserebelés kasztányt régen nagyon nehezen raktad össze? Én is. Szerintem legutóbb néztem, hogy kinek mi kell. Mármint a... oldalon. Oldalakon. Thank you.
Nekem az volt a bajom, hogy elfelejtettem, hogy, hol és ki mit ad. Ez volt a legnagyobb bajom. Ezt így helybe tartani. Nagyon tetszik ez a sokkoló támadás, tetszik a hangja. Megyünk még tovább. Azt még jó lenne megnézni, hogy ez merre van. Vajkas erdőbe varlang. Okay. Mert akkortól tudunk majd szellemekkel diskurálni. Csacsi! Üss egy már egyet, Csacsi! Csacsi, üss már egyet! Miért kellett erre ennyit várni? Egyszerűen nem értem néha ezeket a képességeket. Most például be van ragadva. Jó. A kövi RPG, ami amúgy ilyen régi, arról már beszéltem nektek. Azt lehet, hogy nem játsszuk végig. Az a Darkstone lenne. Annak a demóját azt... Nagyon sokat játszottam. És kellek is. Egy kis nosztálgián. Nem mint hogyha most nem lenne az, ugye? Ügyességének, intelligenciájének. A Darkstone is ilyen több karakter irányítását teszi lehetővé, majd a Darkstone-ban is. De Darkstone előtt mindenféleképpen Dungeon Siege 3 lesz. Tankunkat most nagyon csapják. Én a DS3-ról tudok, az, hogy anno, amikor megjelent, akkor nyomtam és nem tetszett. Ennyit tudok a DS3-ról. Nem tetszett és hogy nagyon fura. Úgyhogy kíváncsi leszek. Igazából így, hogy újra, tehát hogy amúgy eleve az volt a cél a Dungeon Siege-ek végigjátszásából, hogy nosztalgia, másrészt meg, hogy kiessen a három is. És nagyon kíváncsi leszek. Mi lesz majd, ha ott tartunk. De ugye most már megvan az egynek a végigjátszása. Fent van teljesen YouTube-on, úgyhogy annak nagyon örülök. A kettő végigjátszása nem volt fent teljesen YouTube-on, csak a Broken World, de ha már itt vagyunk, akkor ezt is végigjátszuk újra.
És akkor utána végre jött a három. Magrus háza, ne lépj be! Hátul is ez van ráírva. Nekem a... Azt hiszem amúgy a... Jedi Academy-vel kezdtük a... Az ilyen... Basszus, most látom, hogy kevés a hátém. Azt hiszem a Jedi Academy-vel kezdtük az ilyen régebbi játékok végig játszását. És például nekem az is tetszett. Én eddig még nem csaloltam a régi kedvenc játékaimban. Azt hiszem. Szia, Kiyoshi Sama. Ez már a játék vége? De hogy is? Nem. Ez az akt, a kettőnek az eleje és három akt van, meg még van kiegészítő is. És egy kicsi csalódás van? A DS egy kicsi csalódás volt, igen. Mert hogy abba volt nehéz, hogy iszonyatosan tanki volt mindegyik elemi. És hogy... Hát, de mondjuk megértem. Tehát, hogy megértem, tehát, hogy ott... első Dungeon Siege volt, ugye? Erre a másodikra lett tökéletes a game. Ha választanom kellene jelenleg, hogy ha egy Dungeon Siege-et veltek elő, akkor az melyik lenne, az akkor ez a kettő lenne. Hiszem. Hát ott ugye még ski rendszer se volt. Hoppá, valaki morcos lett. Van egy ajtó. Amit mindenféleképpen még szeretnék végigjátszani. Ez a Jazz Jack Rabbit. És hát bízom benne, hogy az Epic azt mondja egyszer, hogy tessék, újra dolgoztuk, csináltunk hozzá új grafikát, és lehet váltani az új és a régi között. De... Hoppá! Na, ennyi volt a Loot Goblin. Az a gond, hogy az Epic... ha jól emlékszem, ott egyébként ilyen jogi parák is vannak. Úgyhogy azért se hiszem, hogy lesz Jazz Jack Rabbit remake. Mint ahogy Diablo 1 remake se nagyon. Sajnos a legtöbb ilyen régi játéknál mostanra már ilyen jogi parák vannak. Milyen érdekes gombakör, emlékszel, hogy Amrent érdeklik az e-féle jelenségek? Hát ez talán már a második gombakörünk. Így olyan, mint egy régi World of Warcraft grafika? Ja, olyan grafikája van. A WoW-nak is van ilyen grafikája bizonyos régi területeken. Az ilyen, ezt mindjárt hal, adta is.
Hát csak a tankunk él és a csacsi. Nézelődök az egérrel, hogy... Aha... Na nézzük, ez nagy életerő ital. Aha... Egyszer még gyorsan húzok. Ja, a csacsi erős. A csacsi erős. Extra sebzés és ellenállás, ami most így rajtunk van. Erre nem tudom, elmentünk? Szerintem nem. És el akarunk menni? Nem. Nincs ott semmi. 36-os szint kéne nagyon a közelarci emberünknek. Kicsi halálos támadása többszöröse, mint a cápának, igen? Ennek a ládának nem ment a közelébe a csacsi. És így nem tudta kinyitni. Hogy lihegnek a taklakok? Balra megyünk, mert középre kéne menni először. Taugrim! Lehet, hogy a tanknak a tankos támadást, tankos képességet kéne kirakni, hogy ne csapják szét a csapatot. Mert túl tryhard lenne, srácok. Szegény íjász, hát nem tudja lőni az enemit. Bántják a hílát. Jó, és most a másik irányba megyünk. Mindent be kell járni. Olyan nem lehet, hogy valami kimarad. Egyébként milyen küldést csinálunk? Királyi karaván. Jaj, és közben hát... A kis idézettem ide hozta az enemit. Kibénhet botladozó. Na tehát... A királyi karaván. Most egy finnal megvitatta a hidat, mert megpróbálhatod utolérni Evangelin hercegnő karaványát, és biztosítani, hogy a halálvédelmezője ne kerüljön Valdis karmai közé. Finnala szerint a karaván még az erdei ősvényen kell, hogy legyen, a Malutoldére. Kövesd a nyomát, hogy segíts Evangelin hercegnőnek. Jó. A kamera.
egy vizes barlang. Nedves barlangban már voltunk. Húha, nagyon-nagyon fáj. Hiább kell jönni. Még hiább kell jönnünk. Ez a második crash, vagy harmadik. Ezt az intrót el kell skippelni, mert aki magyarította, copyrightos zenét rakott a saját intrója alá. Nem vagy tengerbiológus. Még, vagy nem is leszel Zatika. Jól néz ki amúgy ez az így. Még látsz? Na. Tessék ide jönni. Na, fel vagyunk buffolva, let's go. Legalább vannak ezek a teleportok. Miért fáj ennyire a közel harci karakterünknek? Meghalt a tankunk. Erre nem látunk a barlangon belőle. Annyit látok a minimapon, hogy halnak az enemik. Innen valami jobb felszerelés a tanknak. Hát ezekben nagyon durván kaptam. Ez meglepett. Egy lesz balra fönt. Aha.
ez itt könnyen halál lesz. Rossz fele jöttünk. De ne csak ijász. Oké, folyik befele a HP poti. Szevasztok ki, szevasztok srácok. Na, azt most miért nem veszi fel senki? Na, várjunk. Van baja a pathfindinggal. Van baj. Szia, pandok! Szevasztok, srácok! Nagyon triggereli a legtöbb ellenséget az, hogy az ijászunk lövöldöz rá. Teljesen single player most a játék? Lehet multizni ugyanúgy másokkal. Valami Game Ranger-t olvastam, hogy Game Ranger-en keresztül lehet multizni vagy mi. Ha, tehát ez a másik kiárata a barlangra, nem erre akarunk menni. De most single-be játszom. Ma itt van Magrus. És félóriás. Igen, ezt a sorogémet nem láttál. Én nagyon szeretem az ilyen RPG-ket. Ugorra mered, hagyj egyedül a gondolataimmal. És ha mondjuk vele beszélni? Aha, ő se akar beszélni. Szóval itt van Magrus, az ő házát találtuk meg amúgy. Ez gondolom fontos lesz a későbbiekben. Jó, menjünk föl, mert itt már nem vár ránk semmi. És ha már itt vagyunk, akkor kimegyünk ezen a kijáraton. Ahol bejöttünk. Jó, és itt most középen fogunk elmenni. Itt lesz a következő waypoint is. Stratégiai játék? Nem. Nem. Ez nem stratégiai játék. Stratégiai játékokban is lehet több egységet irányítani egyszerre, de ez nem az. Szuper életelő ital, nagyon jó.
ugye a karaktereknek inventória van, képességeik vannak. Beteg Sangor. Uhuhu, csacsi. Csak keményen, csacsi, csak keményen. Egy kicsi barlang. Hát ez egy kemény barlang. Ja, hát a healerünket már meg is ölték lentről. Végigjátszottad a Norzgárdot. De király. Frostbite nekem kimaradt, pedig amúgy nagyon tetszett az a játék. Így videók alapján. Sok potit vagy amúgy. A Celestet maxoltad ki. Nekem ott elfogyott a türelmem. A Celestnél. A Celestnél egy 2 óra után elfogyott a türelmem. Úgyhogy talán a Celeste az egyik azoknak a játéknak, a játékoknak, amiket biztos, hogy nem fogok végigjátszani. Noha amúgy egy tök jó játék. Ujj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 
Hát nagyon akarják. Igen, ők very big-ek. Még nagy puskájuk is van. Ja, itt csak így lejöttünk, ennyi. Cica? Milyen cica Kiyoshi szava? Jó. Úgy néz ki, hogy ezt a barlangot is átnéztük. Esett egy lila item. De nem tudom, hogy kinek. Rekezdted a Jedi Fallen Order-t? Hát jó szórakozást hozzá. Az nagyon tetszett, az a játék. Egy évvel később visszatértem hozzá, hogy folytassam a 100%-olást. De nem. Nem. Nem adtam. Ja, hát ez egy kicsi barlang volt, és... Nem csak egy kicsi barlang volt, hanem milyen barlang volt? Ja, az volt a neve. Azt hittem, hogy nedves volt, vagy vizes. Ez csak kicsi volt.
Várod a Survivor-t, kérdőjel. Ez mit jelent? Ja, hogy a Jedi Survivor? Ha? Az város. Na, hát ez... Belenéztünk valakinek a fejében. Az város. Én nagyon örültem neki, hogy... Végre ilyen Star Wars játék is jött. Tök jó, hogy egyszerre fejlődik most a csapat nagyjából. Gyorsan nyomok még egy mentést. A nyomkövetőnek nem tetszett, hogy itt vunk a potiból. A csacsi elnyomta a képességet, addigra meghalt mindenki. Mert amikor elnyomom a képességet, akkor így kerül egyet a karakter, de ezt nem vágom, hogy miért. És azért nem nyomja el automatikusan. Zsarnok csizma. Jó. És akkor itt van valami. Semmi. Itt nincs semmi. Mindjárt nem megyünk itt a Levred birtokra. Még mindjárt olvasom, hogy mi az a quest. De előtte ide egy kicsit tovább megyünk. Hold fast your sword. Fogd erősen a kardot, irgalom. Már elvitték. Nincs nálam. Please, let me die in peace. Kérlek, hadd halljak meg békében. Mondtam, hogy nincs nálam. Milindril. Én vagyok Sotiris. Kérlek, régi barátom, ismerned kell, mi történt itt? Sotiris, te elkéstél. Elment. Vége. Nincs semmi. Semmi is. Sem elintézve. Mondd, ki vitte el a védelmeződ, esküszöm, vissza fogom szerezni. Az elkúzott vajkes volt az. A semmiből tűntek elő, tönkretették a karavánt. Elvitték a védelmeződ az elősünkre. Előrébb. Most pihenj, Milindir. A vajkes meg fog fizetni ezért az árulásért. És közben hátulról ránk támadtak, cinematic közben alatt. The Vajkes! Jó. Jó, már több mindent nem mond. Akkor mehetünk. Na. Tehát...
egy szolga kísértetem. Eldoriat Vilvarin egy szomorú történetet mesélt el Tenretről, a nagybácsiáról. A nagybácsi hűséges szolgálója volt a Lebret családnak ezelőtt 20 évvel, amikor is Lebret mestert brutálisan meggyilkolva találták. Minden bizonnyal Renit ellen szólt, és végül ezért is végezték ki. Igen. Ugyanakkor Eldoriat meg van győződve arról, hogy Renitet ártatlanul vádolták, és azt állítja, hogy a nagybácsi szelleme most is a birtok termébe kísért. Talán ha sikerült tisztázod a nevét, akkor Renit végre nyugalmat lelhet, és a Vilvarin név sem lesz többé becstelen átkozott. Na hát akkor ide le kell mennünk. Egy szellem. Ohoho. Jelenleg nem érheted el ennek a léleknek a szavait. Aha, ez gond. Akkor erre nem is fogunk tudni tovább menni. És a másik irány. Egyre inkább kell, srácok, ez a küldi. És Miku, nagyon szépen köszönöm az 5,5 év támogatásodat. Itt újra étköztünk. Srácok, eregjenek a szövegek kis Mikunak. Már ott is van a 66 szveg a cseten. Köszi szépen. Harcos életerőjének. Ez a falat többi. Nyugtan jobb kiket, és így megállt az IASZ a támadásban. Köszi szépen ki, hiszem, a többiek is nyugodtan pergetetik, míg azok is, akik nem feliratkozottak. Használni tudják a híjolót. Ilyász életerő ének, és egy titkos területre bukkantunk. Aha. Köszi, Dragocsen és Nicikán, köszi, köszi. Kiváló pöröly. Hát itt a csacsinak fel lehetne tölteni. Ezt sajnálom most, hogy nem tudunk ezzel haladni, de majd akkor ide is vissza kell jönnünk. Kicsit ilyen Metroidvania jellegű a dolog, hogy nem tudunk haladni, ameddig nem haladunk el. Tehát, hogy bizonyos dolgokért vissza kell jönni. Nem tudunk egyszerre végigmenni a teljes pályán. Nem olyan, mint az első rész, ugye? Aha, másik rá. Hopp, 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 hopp. Lemezes kezdő. Ez azért van itt, hogy tudjunk kántálni. Ha
Lucy harci barátszak is. Na, itt elnézünk erre, valószínűleg itt nincs semmi. Így van, még HP töltő sincs itt. És kántálunk egy olyan XP éneket. Életerő regeneráció az ilyen szoknak. Dono Experium. 20%-kal kevesebb HP az nem izgat. A healer. El lehet menni balra. És ugye nem erre visz az út, úgyhogy csak meg kéne nézni, hogy mi van itt. Sihang Grave neked is. Jézusom, mennyi enemi van. Azt néztem, hogy a healer azért nem tudott healálni meg varázsolni, mert már nem volt manája. Még csak kisek lássált. Ez nem tetszik nekem. Ez nem tetszik nekem. Ennyi crash. Az helyzet. Tudnám mi okozza. Tudnám mi okozza ezt a crash-t. Jaj! Ezt mindig elfelejtem. Nem tudom, hogy a játék alapból crash-e például. Nem tudom, hogy a magyarítás okozzá. Azt sem tudom, hogy a voodoozás okozzá, szóval, hogy... De egy sok összetevős probléma. Na, az XP-s izét azt el kell nyomnunk. Lehet negyedik rész? Szerintem az emberek nem örülnének egy negyedik résznek. Inkább egy kettő remasternek, vagy egy remake-nek. Azt mondjuk a voodoo okoz, én pár évet haltam ki Windows 10-en, akkor egy crash-e volt, és...
Broken World Gang-el toltam még. Aha. Akkor valószínűleg a voodoo miatt van. Én nem emlékszem, hogy annó nekem milyen problémám volt. Gőzöm sincs. Már erre egyáltalán nem emlékszem. De én is 2018-ban vagy 2019-ben nyomtam végig. Hát ugye, a szépségére áltozatokat kell hozni, szokták mondani. Jaj. Most mi történik? Miért nincs sebzés? Ott egy csomó enemy, sajnos ez a csomó enemy még mindig itt van. Kicsit vissza kell jönni. Meg itt van valaki rajtam. Az egynél az volt a gond, a Dungeon Siege egynél az volt a gond, hogy ott HP bár is okozhatott crash-elés, mert az elég csúnyán bebugolt egy idő után. Úgyhogy most megpróbálom azt, hogy mi van akkor, hogyha nem kapcsolom be a HP bárt. Egyébként is úgy talán szebb a játék. Nyertél 150 ezeret tavaly év végén. Az szép. Az szép. Az szép kis loot. Van valami. Ja, látom. Látom, jön. Ez a szoba elvileg ennyi volt. Misztikus ének. Rando Conjurum. Tetszik ez a varázslat. A Rando Conjurum. Jaj. Nagyon jól néz ki amúgy az effekt ezen a nyílon. Azt hittem, hogy több HP poting fogyott. Ritka teljes páncél. Lothar, Sotiris és Tár is teli van, úgyhogy most már a csacsira pakolják a lootot.
helyzet, hogy az egyik enemi hátra szalad. De mit csinál ott hátul? El akarta vinni ezt a nagy mana italt. Zsarnok csimma. A csacsik egyetlen tanki lett amúgy. Én mint hogyha annyira meg se érezni a sebzést. Mit rejtettek el itt? Semmit. A nagy semmi lett itt elrejtve, srácok. Na itt is lesznek gombakörök ezen a területen. A vájkás erdő. Halt! Állj! Hallottál a karavánról, ami átkelt az erdőn? I have heard. Semmit sem hallottam. Talán mások hallották a híreket. Nem megyünk utána. Halt! I have heard of no such. You seek news? Hírekre vágysz? Menj a szent helyre! Az ott lévő majd elmond neked dolgokat. Most menj! Halt! I have heard. You seek. Másik se beszél. Halt! I have. You seek. Jó. Hát azt mondják, hogy menjünk a szent helyre. Ja, azt hittem, hogy HP potit tudunk itt kérni. Tuti biztos, hogy nem csapda, ugye? Telmanu Osztár, amit az előbb a csávó is mondott. Mit mondtál? Nem értem. Betegé tesz a barbárok nyelvén való beszéd a vezetőnk tanításáról. Beszéltem. Mi a szellembirodalom lép az elfajra, örök halált kívánunk. Mi hírá lehetünk a halhatatlanságra, megbecsülést hozza a bölcsekre, örök időkre. Jó. Igen. A Vajkesről vagy a Manuosztárról szeretnék többet megtudni, már ha ez az a név, amit jobban kedvelsz. A végidő közeleg. A végidő? Mesélj még! A vezető ki fogja nyitni a szemed és a szíved, lép be és beszélj vele személyesen. Köszönöm, meg fogom keresni. Milyen agresszívan is lehetett volna velük beszélni. Koyatulograte. Ha ez elf nyelven volt, akkor nem értem. Mit mondtál? Manuosztár a lélekbirodalom ősi nyelvjárását beszélem. Élet a halálból. Jöttek a buffok, Üt-üt. Kész? Jó. Vajkás proféta. A halál védelmezője. Tanulni jöttél, barbár? Igen, bölcsességet keresek. Közeleg a végidő idegen. A végidő? Kélek, magyarázd el! Ekkor félhomályába léptünk. A vég már közeleg. Mindig azt mondják, hogy itt a vég. Milyen tudással bírsz? Miért kellene hinnem neked? Nem kell hinned nekem. Magad is látni fogod a maga teljességében. Vég vagy sem, milyen jogod van ahhoz, hogy elvedd azt, amit kívánsz, és pont a kínai családtól? Azt veszük el, ami a jog szerint a miénk, barbár. Azoknál, kik a védelmező tartják, van a kulcs a következő korhoz.
A manósztár nem marad újra árnyékban. Mi vagyunk azok, akik jogosan uraljuk ezt a földet. Ezt én nem fogadom el, most add nekem a védelmezőt és engedd el a hercegnőt. Nincs hercegnő, és a védelmező nem a tiétek. A sorsunkat nem tagadhatjuk meg. Öljétek meg ezt a hidetlent. Hát zsebre raktam. És becsukta az ajtót. Meghalt a healer. Csak a healert, ne csak nem. Csak ne a healert. Tetszett az animáció, hogy elvette a pajzsot? Na, visszatöltöttek a képességek közben. Szába a szektor, itt mindenki is látom. Ritka jó felfedező csizma. Harcmágus kell majd ahhoz, hogy ki tudjunk mindent nyitni, meg mindent szerezni. Meg tudjuk mindent szerezni. Egy szetes gyűrű esett. Egy gomba falon. Jó. Az talán természetmágia. Itt nem volt kántálás elrejtve. Szia, Bazsó, ez a játék ingyenes-e? Nem. A legtöbb játék nem ingyenes. Úgyhogy... Ja. Azt nem tudom, hogy itt az ajtót lehetne bizgetni. Aha. De ez titkos terület. Jó, oda megyünk majd, csak előtte ezt itt megnézzük. Na, srácok. Tudjátok most, hogy milyen. Na, srácok, hamarosan lehet nevezni a Last of Us premier előtti vetítésére, hogy megnyerjétek a páros jegyet. Erről azt kell tudni, hogy ez jövő hét szerdán lesz, 20 órától, és ha jól látom itt a dátumot, az Etele plázába
sorozat premier előtti vetítése lesz. Úgyhogy az jelentkezzen, aki el tud jönni. És tud hozni plusz egy főt. Hajrá! A PlayStation Magyarország jó voltából van ez a városjegy egyébként. Harcos erőjének. Ez egy szerda esti program. Akit ugye érdekel a dolog. Ja, hát Phoenix pont jókor. Azt nézem, hogy én itt nem lelátok semmit. Jézus! Na hát itt el leszünk. Este? Itt 8 órát írnak nekem, gerépa. Mondjuk én olvastam a hetet is, de ez ilyen 7-8. Ki kéne szedni onnan a tankot. Gyere, gyere! Ja, hogy Brad Rocken aztán? Jó. Mimikeket nagyon nehéz megalni. Mimikek miért ilyen eszméletlen erősek? Nagyon jól utat dob, gondolom. Ugye a csacsit nem lehet itatni a HP potival, mármint úgy, hogy nyomom neki a hát, csak a hírből hílelődik. Eddig 4-en neveztek. Eddig 4-en. Aj, az IS nem jó helyre elő. Jó, már csak 10% HP-ja van. Még 5 percig lehet nevezni, srácok.
Elvileg itt van valami gomb. Megvan. Mágikus erőjének. Hát ez gondolom fontos lesz. Lila és kék. Nem tudom, hogy az a léla és kék az miért látott. Ott nem látok semmit, ott pedig sok lootot látok. Hát itt az előbb fönt volt egy ilyen kék és egy lila hely, gondolom ide majd később kell visszajönni. Honnan elloptuk a pajzsot. Mert ahonnan ellopták a pajzsot. Már nagyon szépen köszönöm az első ajándékodat a csatornán, köszi szépen. Balázs feliratkozott vadánysengát lehetővé tetted. Köszi, köszi. Sötét, a sötét varázslók. Úgy-úgy peregjenek a szögek. Minden átok, járvány és katasztrófa közül, ami Arannát valaha sújtotta. A sötét varázslók a legrosszabbak. A búzdítások nélkül Zaramot sosem kezdte volna meg a hatalmi és hódítási hadjáratát. Az erejük nélkül pedig nem lett volna képes folytatni sem. Az arkmágus és az öt almágusa volt a valaha létezett legerősebb mágikus lény a világon. Az azonita varázslók legerősebbjei olyan jelentéktelennek tűntek hozzájuk képest, mint egy szúnyog az elefánt mellett. Míg a nagybölcs tanácsnok sem tudott sokkal tovább ellenállni a támadásaiknak. Ha még a kataklizma előtt mindenki halálát akarták volna, az nem került volna egy szúnyog agyon csapásánál nagyobb energiába sem, de ők nem ezt akarták. A céljuk Aranna minden mágiájának uralása volt, azonban még az ő hatalmas erőjük sem volt elégséges ehhez, s ez legyen lecke számotokra, testvéreim. A hatalomvágy olyan betegség, mely belülről falja fel az áldozatát. Nagyon keveset lehet igazán tudni a sötét varázslókról, hihetetlen életkort éltek meg nagyobbat, mint a bölcsek. Egy gombaszerű növényt fogyasztottak, mely híret volt a mérgéről, méghozzá igen nagy mennyiségben. Sokan úgy vélik, hogy ennek volt köszönhető természetellenesen hosszú életük, mások úgy hitték, ez szolgáltatta a méretetlen erejüket. A bölcsek kísérletei a növénnyel nem voltak meggyőzőek, és többnyire fatálisan sikerültek. Az arkmágus volt a legerősebb, de még a másik öt varázsló bármelyike is elég erős volt ahhoz, hogy egymaga legyőzze Isterut magát. Amikor Zaramot először hatalomra lépett, csak négy sötét varázslóról tudtak, de később kiderült, hogy egy ötödik is létezik, bár az csak ritkán vett részt a csatákban. Azért jegyzetelem le ezeket, hogy megértessem veletek, testvéreim, hogy mekkora veszélyt jelentenek mindönk számára ezek a lények, mivel valójában még köztünk járnak. Aranna valahelyett legerősebb lényei várakoznak készen arra, hogy újra átvegyék a hatalmat minden élő felett. A legújabb hatalomra törőnek, Valdisnak a felbukkanása sokakban megerősítette a félelmet, hogy a háttérben a sötét varázslók mozgatják a szálakat. A pletyka, miszerint Valdis egy lásztól szenved, ezt a félelmet csak tovább erősítette.
mivel annak idején a sötét varázslók is betegségeket használtak fel arra, hogy megmérgezzék mások elméjét. Vigyázzatok magatokra, testvéreim, a sötét varázslók talán ez idő alatt is a támadásukra gyűjtik erejüket. Készen kell állnunk. Na nézzük, mennyi időtök van még nevezni. 25 másodperc, még 25 másodpercig lehet nevezni, skacok. Egy jós neofita. Vajkes jós neofita. Na, meghalt a... mi az? Az íjászunk. Hogy olyan távolról lesznájpolnak minket. Szia, Mavszad! A DS3-at lehet-e magyarul venni? Szerintem egyik Dungeon Siege-hez sincs alapból magyar nyelv. Nem tudom, hogy a Dungeon Siege 3-hoz van-e magyarítás. Én eddig mindegyik részhez, az elsőhez meg a másodikhoz is külön kellett a magyarítások.hu-ról letöltenem. Ezeknek a helyeknek, hogy nem látom létszükségletét. Gyertek, csak gyertek. De itt Chattering Pattersheen az a neve. Diabolista. Ez a diabolista, ez keményen nyomja. Nézzük, milyen potikat vettünk, szóval. Óriási mana ital, tehát ez a legnagyobb. Na nézzük, srácok, hogy ki nyerte a páros jegyet. Bám! 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 Na, ki nyerte? Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc emberből a múlt, a bonda, szörme bonda, így van, gratulám. Gratulám.
Ketten neveztetek amúgy 10 jeggyel, az egyik Annie volt, a másik pedig Phoenix. Na. You have returned. 10 év. Gyap-gyap, köszi szépen a 10 évet. Köszi szépen a másfél hónapot. Másfél hónapot? Másfél évet. Srácok, peregjenek a szvegek gyap-gyapnak. Gratula az újabb badge-ethez. Hát akkor Árni. Jövő hét szerdán találkozunk. Azt se tudom amúgy mi történt. Nyert egy páros jegyet. A jövő heti premier előtti Last of Us vetítésre. A PlayStation Magyarország jó voltában. Na. Vajkes és a hal... A Vajkes és a halál védelmező. Aha. Na, hát úgy néz ki, hogy eddig jutottunk, srácok. Megcsináltuk a finale és a romos hidat, az ellenálló szigetet, a királyi karavánt, illetve belekezdtünk az egy szolga kísértetébe, amiben azért nem tudtunk haladni, mert meg kell tanulnunk a holtak énekét, hogy ezt egyáltalán tudjuk folytatni. És ahhoz pedig egy sötét ohm kell, és ezt a sötét ohmot pedig itt tudjuk majd ezen a területen megcsinálni. Azt mondták, hogy délre van az a barlang, ahol megfigyelhetjük a különféle népek titkos szektás szokásait, ahol eltanulhatjuk majd a holtakkal való párbeszédet. Ja, hát eddig jutottunk most. Ennyire volt elég, nagyjából 3 óra. De remélem, hogy tetszett nektek. Visszatértünk a Dungeon Siege-ezéshez. És végigjátszuk. Hát, tavaly nem sikerült, de idén végigjátszuk. Ez egyébként azt jelenti, aki esetleg nem tudná, hogy most tartunk nagyjából a játék felénél. Nagyjából. Úgyhogy, mivel ez volt az 5. alkalom, még 5 biztosan lesz, és akkor abban még nincs benne a kiegészítő. Bezony. Úgyhogy ezzel számolatok. Sajnálom, hogy ma ennyi crash volt, de nagyon nem nehezítette meg a mai haladást, annak örülök. Még folytatjuk.